király, király, a béka király. Király, király, a béka király. Király, király, a béka király. Quack, 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 quack. És csókokat nyomott rám. Király, hogy hisz a mesékben, még néhány királylány. Hogy megtöri csókja a boszorkányát kát. Aztán megkérem a kezét, és végül szül majd egy kis babát. De király hibán mégsem változott pillanatok alatt. Hiába csókolod meg, amíg a mindig béka marad. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsúkol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj. Újra egyedül reked a híres béka király. Sírhat még ezen egy ilyen át, megcsúkol mind, aztán megy tovább, de kicsit se fáj. Újra egyedül reked a híres béka király. Olyan régen várok rád, gyermekmentő. Király. Király. 16, több valamint három s amidőn, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik. Hová lőn az rím? Mely időn? Vitéz Mátyás király urunk, menj te szálas, érettebb Dabke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várás, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa,
hősök a moziba. Halljunk szót! Nagy Dalidó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A téged nincsen játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, hogyha nincsen ló, ha nincsen ló, ha nincsen ló. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha de kombiné, kombiné, ha tökész kombiné, ha még az éjjel felhajtom majd én. Ha daj a híd alatt, a Margit híd alatt, ha ott hagytod a kombinét odat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Tablettásporttól kinyúlt, hogy az ember piacon árulják már szegényt. Tán elraboltatta Terry Black a vőlegényt. De aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, férjet kerítünk és a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Téged üt már loptam, de még nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, már is, hogyha nincsen ló, ha nincsen ló, ha nincsen ló. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló, ha nincsen ló, ha nincsen ló. Kiabálj már! Betéptem egyszer az Albafex. Nagyon jó. Hello, love, love, bro, love, India. Most kicsit átmentünk ilyen beauty vloggerbe. Mi London fővárosa? Párizs. Egy pont kellett volna. Vagy dehogy gyík, annak van lába. Ez egy kukat. Szarvas kukat. Szervusztok testvérek, itt vagyunk Eszeszón. Most, hogy mit láthatok, mindjárt kiderül. Méghozzá most meglátjátok. Outfites, új játékot. Azért van rajtam ez a piros sapka, piros szemüveg, mert nem lehet ebből semmi üreg. Figyeljél rám, te is öreg. Piros a szed, ami kell ide. Mindenki most jöjjön ide, ide. Piros, piros, vörös, red. Jaj, de jó, megetted. Igen, bizony, az a szed. Elfogyott az Oreo. Nem vagyok egy pókember? Komolyan, és hogyha valaki szeretne, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy taggá váljatok. Tehát, bedugjátok valamibe. Aha. Ez valószínűleg könnyebben kilogikálható rész. Kijön, letol. Jó, hát ez ilyen halálmegvető dolog lesz, mert így van, mint hogy mikor kéne csinálni. Ne kiabálj már! Ott egy játékos. Jövök veled! Nem jövök veled! Mali! 1-42 palmakas 3 forszívó 4 zsaranévő 5 felirat Bankó! Én meg reppelnek álltam! Értem! És most 42 percig ezt fogjuk csinálni. Értem! Mondtam, hogy mi lesz, mi lesz a gyöny!
ott az forrájó! Mint a Rákosi! Olyan, mint a Rákosi! Halihó! Sziasztok, srácok! Szép reggeltet! Reggeltet, délelőttöt, jó lesz ez a live. Nem kapcsoltam fel a nagy lámpákat két okból, az egyik szerintem az, hogy amit tudok, hogy rohadtul melegít, a másik pedig, hogy szerintem így is jó a kép legalábbis, remélem. Hát szerintem most nem, de hát most izzadjam szarrál magam, nyilván. Jó reggelt, Lucakún, Muflonos, Noémiker, Nyírő Nóra, Herrietta Panna, Hámori, Dorina Csibi, Kitti Csicskovics, Lili 3003, mindent felolvasok, persze, igyekszek, csak még szokom a monitor, Dalma, téged is üdvözöllek, Nora Antwelli, igazából meleg miatt szenvedek, csak John, üdvözletem, szép napot, Luce írja, én meg hülye vagyok, megnéztem, hogy biztos, mikor fog kezdődni, live, oké, okay, 9.50, leülök eszeszózni, abbahagytam, 9.30, meg 9.40-kor kezdődik, előfordul, Mongufta fan vagyok, üdvözöllek, és Lilla, téged is, Petra, Moose Fish is itt van velünk, Vivian Lissi is megérkezett, Benedek Deák, Lariska. Közben nyugodtan Steamen tudtok jelölni, leírásban van valahol a Steam kívánság listán vagy akkuntom is elméletileg. Viktória Juhász is itt vagy, hette Nikolett Tidebear, téged is üdvözöllek. Amint Vikivel beszélgettünk ki, hogy nem dolgozom mégse, ó értem. De akkor legalább itt tudsz lenni ma is, most is, meg a Poké Live-ba is. De remélem minden oké. Okay. Lilla Finta, jó reggelt kívánok, Esinek is. Barunettának is, Dóra Kovácsnak is, úgyhogy, ja, hogy vagyunk? Hát én jól egyébként, nagyon jól, vártam már ezt a napot. Tegnap úgy feltöltöttek a cicákkal, hogy cicákkal álmodtam, gyerekek, tehát hogy azért az egy fázis. Aztán reméljük, hogy a játékhang az jó, mert ugye 1000 éve nem volt, hát anno ezen volt, de szerintem lejjebb csavarhatjuk egy kicsikét, így. Hát félig meddig lett Nóra, még a Boginál vannak, de elvileg 2 hét vagy 3 hét múlva jönnek át hozzánk, mármint az csak az egyik, ugye. Én is gyűlöm a meleget, direkt korán reggel megyek kutyát sétáltatni, elhiszem, figyelj hát Vivi, jöttem haza munkából, 7 óra 40 után már olyan meleg volt, mintha dél lennem, úgyhogy behűtöttem vizet, hűtött kólám van. Bárcsak minden oké lenne, oké, rendben van, majd megbeszéljük, ha úgy van. Dave, szólj majd, amikor felrakod posára. Még türelem, Mufi, még jövő, mert mint hogy héten meg lesz, csak hogy mikor, azt én sem tudom. Az én reggelem medencébe kezdtem. Hát akinek jó megy, ezt a skint amúgy még gyorsan le tudtok rá csapni, akinek tetszik ez a furcsa leányzó. Ő szerintem valamelyik játékban szereplő, csak nem tudom melyikben, mert ezt a csaj karaktert normálisan kinézve láttam már Mondókonon. Mondjuk ott eléggé fura, egy szál bugyiba rohangált. Akarom mondani, nagyon jól megcsinálta a cosplayt. Gyakorlatilag itt meg tudjátok venni 10 koronából, meg ezt a zöld cuccot is. Szia Krisztina! Jó reggelt, és aki szeretne esetleg majd jönni velem, azt ugyanúgy be tudom hívni. Úgy látom, Lili van egyedül fent jelenleg Fall Guys-on. De hát tényleg? És akkor így elkezdjük a játékot, de gyakorlatilag annyira rég játszottam Fall Guys, hogy biztos, hogy nem mondok ilyet, hogy szar leszek, csapjunk bele srácok, nem leszek szar, csak a nehezített pályákat nem teszteltem, mondjuk úgy. Egész nap nyitva az ablak, itt sajnos nem csináltam meg, mert bejönnek a szúnyogok, a darazsak, a lódarazsak, a bögyök, a méhecskék, a mólylepkék, Superman, nem, de minden bejön. Jól vagyok, köszönöm, nagyon-nagyon jól érzem magam. Lili, redizzél már! Igen. Éjszaka sem nyithatjuk ki, mert ugyanúgy beszáll minden, hallod. Legyek! Azt tényleg, azt kihagytam, legyek! Jézusom, mennyi légy! Igen, az is. Szia Zoltán! Hát csak bukóra, de itt is bejön. Bejönnek ugyanúgy, hidd el, ez olyan, mint a lovaglás, nem lehet elfelejteni, max hibázol párat. Úgy legyen, Esi. Úgy legyen. Jó napot, SSO-ból jöttem, Mongufta live-ba tévedtem. Jó reggelt, Karolina, szia. Nyugodtan játszasz közben, hogyha tudsz figyelni, meg olvasni, meg minden, vagy hallgatni. Olvasni nekem kell. Hát nálunk is bejönnek a bogarak, rovarok, meg az öreg nénik is, azaz. Ugye elképzelem, Luca, hogy kinyitod az ajtót. Kedveském, hoztam almát. Na mindegy, mélypont almát, hófehérke, ugye? Gyakorlatilag... én már várnám az új szezon, de még mindig sok nap. Majd meglátjuk, hogy mennyit felejtettünk, szerintem írtó sokat. Tehát, hogy lehet az első pályán elbukok.
Meglátjuk. Osztátok Instastory-ba, srácok, most már újítás lesz, néha lesznek délelőtt is live-ok, néha délután, amíg nyár van. De nyilván lesz több nap is, amikor meg nem lesz, mert dolgozok, vagy nem tudok jönni, úgyhogy így ott lesz idő visszanézni. De ma például ez lesz, délután pedig a Pokémon Shield-et kezdjük el, ahova kitettem egy posztot közösségi fülre, majd nézzétek meg, ha beírod alá valami ilyesmit találtam ki, hogy kezdő Pokémon akarok lenni, akkor a te neved is felkerül egy listára, amiből sorsolunk, kiről nevezzük az elsőt. A többi meg gyakorlatilag ugyanúgy lesz, hogy játék közben, aki szupercsetezik, matricázik tagságból, egyből pokénévé válhat, vagy pedig ha nem, akkor meg majd random sorsolgatunk. De ez a délután csak így előjáróba, hát persze, hogy leesik a szoknyás bab. Most egy szoknyás, a fekete szoknyás gold bab vagyok, vagy nem tudom. És kicsit se látszik, hogy ez a skin ma vásárolható meg, illetve tegnap és tegnap előtt, mert a fele csapat ugyanúgy öltözött fel, kopizzák a legjobbat engem, érthető. De hiányoztak már amúgy nekem is a Fall Guys live-ok. A rage-elés 1000, level 1000 lesz, azt most megmondom nektek. Jön a rúd, átugrik. Eddig nagyon prók vagyunk. De kár volt hasalnom. Azt miért nem bírtál följebb löpni, te szerencsétlen? Akarom mondani. Ez pont így volt betervezve, srácok. Odafigyelsz. Hopp. Easy. Paradicsom, menj, innen benn vagyunk, megyünk tovább. Engem buliba megettek a szúnyogot, hát elhiszem. Szia Gréta! Jövő héten megyek nyaralni, de jó neked, Nóra. Tavaly cukinit kaptunk, meg paradicsomot sokat. Az jó. Menni fogtok nyaralni? Idén nem. Hát most még a Covid után most space gyűjtünk, barátom. Dolgozunk éjjel-nappal. De jövőre szeretnénk több helyre elmenni. A vírus miatt most amiatt nem, meg ugye Janának szeptemberben lesz a műtéte, majd utána. De mi amúgy is télen mentünk mindig nyaralni ilyen decemberben. Szia Zelda! Jó reggelt, Máté! Lovaglás jött eszembe, lehet, hogy ma elkezdek ügetni. Na, az tök jó. Nagyon pró vagy. Hát messze vagyok most attól. Kijöttem a gyakorlatból. Most néztem végig, amit írtál, meg néniket is kapsz. Nekem nem adsz. Hát látod, Luca? Osztozzatok meg az öreg néniken. Memória. Hát kora reggel, jó, 10 óra a francnak kora reggel, de hogy most gyakorlatilag olyan sokat aludtunk, halljátok. Szöllő, meg barack. Ez ilyen sorrendben páling, ja nem. Barack, szöllő. De túl sokan le fognak lökni. Nem figyeltem! Barack. Ez barack, ugye? Ne trollkodjatok! De jó, hogy ugrottam! Hú, de jó! Cseresznye, dinnye, nem. Dinnye, narancs, cseresznye. Cseresznye, dinnye, narancs. Menjél már innen! Cseresznye, dinnye, narancs. Cseresznye, dinnye, narancs és mangófönt. Cseresznye, dinnye, narancs. Dinnye, cseresznye, dinnye. Narancs! Azaz, Dave. Nagyon jó, bedinnyéztünk. Tényleg, ha már dinnyes, rácok, sárga vagy görög? Banán. Na, narancs, szöllő, banán, dinnye. Narancs, hol a szöllő? Ó, bajba vagyok, várjál! Mangó, szöllő, banán, mangó, szöllő, banán! Ott a banán! Jó, megúsztuk. Én is pont ezt mondtam, ezt már nem láttam. Görög, Fall Guys ingyenes. A Fall Guys nem ingyenes, de azt hiszem szokott ilyen 5000-ig leakciózva lenni, amúgy 7000 körül van. Többen vagytok görögösök, mindkettő. Inkább a göröket szeretem, de nem vagyok odaértő. A sárga dinnyének az ízét nagyon szeretem. Hát miért szeretél az állagát? Banán. Jaj, ez a slime climb copy, már ezen még egyszer nem jutottam át. Egyszer feljutottam a tetejéig annó. Hát ez már nem Lili, ez pont nem régi, de az előző az volt. Aha, slime, ez Mongufta Power, na, ha most megcsinálom, akkor valami jutalmat kapok. Mondjuk, hát úgyse fogom, de... Concentration level 1000, átvisszük ezt a nyavajás pályát, ezt még sose vittem át.
Riding French-re szereti. Hát elhiszem. Nem is ismerem a pályát. De ha ezek lecsapnak, ezek a genyák. Nagyon jó. Hát de miért tűnsz el? Olyan vagy, mint a Fing. Jössz, azt eltűnsz. Vagy mint a szerelem, vagy nem tudom. Na várjál. Ez itt mondjuk bajos lesz. Nem! Jó, ott lyukak vannak. Aha. Nagyon jó. Hó, hallod? Nagyon jó vagyok. Kapaszkodj már föl, édes kisanyám! Nem bírok felmenni. De ha elboxol! Már nem úgy, hogy internetes elbox, hanem elboxol. Nagyon jó. Új, jön a takonyám. A takony utolért! Mondtam, hogy nem kell aggódnatok, hogy meg kell lepnetek. Lili, veled mi újság? Jó lett volna John, de ezt kb. Gondoltam, hogy valami ilyesmi. Elhúztam az időt, amúgy nem lettem volna ügyetlen, csak az idő lejár. Jó, jön az új kör. Igen, ennél nem szabad lassan menni, bármennyire is nehéz. Nem baj. Kezdésnek nem volt rossz. Legalább nem az első pályán haltam meg. A halált, igen. Igen. De ahhoz közel volt. Megnézem gyorsan, hogy van-e még, aki szeretne... Na. Aki szeretne jönni... I betű... Nem I betű. Halljátok, azt se tudom, melyik betű mit csinál. Mivel hívtalak betűt? Ja, ez kell. Várjál már. Billentyű Lili gyorsan, vagy aki folgálszik. Mivel hívom be az embereket? Teljesen ki vagyok. A P-vel. Jó. Már rájöttem magamtól, de jelenleg csak mi vagyunk ketten, úgyhogy tolhatjuk. Viszont lehet, hogy a néni szerencsétlenséget hoz, úgyhogy random outfit lesz. 1-től 10-ig kérek egy számot, gyorsan a legelsőt benyomjuk. Az Erdei Zsolti kiütött, azaz 8-as. Jó van, 8-szor randomozunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hát figyelj, ez a gatyás... Kecskeember leszünk, jó? Gatyás kecskeember, nagyon jó, mehetünk. Lesz még számozás, minden körbe random skint benyomunk. Ami egyébként Krampus, de nekem olyan kecskés. Kosos. Nem koszos, kosos. De szép lett, tehát nagyon. De hiányzott már ez a muzsika? Ja nem. A feeling hiányzott, hogy jót folgájszozzunk. Tű, halljátok, megy a ventilátor a pofámba oldalról, és így érzem azt, hogy aránylag jól érzem magam, de azért mondtam, hogy a nagy lámpákat most nem kapcsolom, mert megdöglök a melegbe. Itt volt ugye Mutko Zsolt velem a Genshin alatt, szegényről csurgott a víz, mondjuk rólam is. Jól érzed magad? Akkor majd dobj egy hatalmas lájkot, Insta Story-ba osszátok, következő előtt megnézem az Insta megosztásokat, támogatni Superchat, Supermatrica tagsággal tudtok, és iratkozzatok fel! Srácok, több mint 25%-a a nézőmnek nincs feliratkozva, ellenőrizd le, hogy fel vagy-e iratkozva, mert így nem érjük el az 5000-et, el kell érnünk az 5000-et, kevesebb mint egy hónap és csatorna születésnap, hajrá, hajrá! Kicsit olyan, mint a Trónok harcából mások, igen, halihó, Emi mi újság, pillanat és visszajövök, rendben van, Zelda. Hogy? Holi Zoltán? Csurgott volna, le kellett volna őt önteni vízzel, és tényleg? Egy komplett slagot kéne ide beszerelni, és a szünetekben locsolnám magam, nem? Amíg várjuk a lobbit. Na ezzel a pályával sem voltam kibékülve. Ne lökjetek már, parasztok! És nézd meg a parasztot, hallod, lelök. Jaj, de kellettek ezek a mozgó akadályok is ehhez a pályára. Más se hiányzott. Gyorsan megyünk. Na, ne szivassatok már. Tudod, mit szaragszok? Ide, középre. Jézus, milyen akadályok lettek itt, hallod? Várj, ott van valamilyen... Ó, ellökő kalapács, hallod? Ez kell nekem. Huhú! Hát ez csillagos ötös volt ez a beugrásom, nem? Most őszintén. Gyakorlatilag megcsináltam. Hopp. Azért
ne boruljunk már ennyiszer meg. Úgy löki előre. Ne! Úgy. Basszus. Nagyon jó. De ne, leestem! Jó, megyünk a könnyebb úton. Nem menőzgetünk. Nincs mire. Ma még nincs mire. Így a biztos. Jó, Lili, látom, már bent vagy. És te fellövetted magad? Újra elkezdtem metinezni, és azzal űzök unalmat. Jól teszed, meg lassan vége a vizsgaidőszaknak. És hogy sikerültek a vizsgák? Minden oké? Okay? Jó, hogy ezen még nem mentem, így egy újabb akadályokat raktak be. Rage vihar lett volna otthon. Elhiszem, Riding Friends, de borzalmas akadályok lettek. A kalapácsotnak örültem. Meg hogyha elérjük az 5000-t, akkor 24 órás live. Így van, Lariska, pontosan, ráadásul kettő is, már lesz egy 24 órás SSO, és másik héten meg lesz egy vegyes játékokból 24 órás, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Akik hiányolták az SSO-t, azoknak öröm hír, a héten már lesz SSO live is. Mert kiveszik a felhő királyságot. Nem lövettem meg, csak jól mentem. Jól van, jól van. Ó, szegény diszkógömb. Válaszunk valami másik karaktert, akit nézünk. A majom! Hajrá, majom! Hát ő sincs a helyzet magaslatán. De majom, ott nem tudsz kiugrani! Vágjátok, hogy egy random senkihez beszélek. Mármint mindenki valaki, de... Az a része nem Nóra, de a felvonulás, meg minden ilyen pride-os ruha, amire rá van írva, sajnos igen, ezért nem tartottam live-ot, de ezt ki is írtam posztba. A felhőkirályságot önmagába szerettem. Na, reméljük azért, Luca, most nem leszel beteg, hogyha lesz dupla 24 órás, az kéne, kétszer is beteg legyél. Krisztina, amikor elértük az 5000-et, utána fogjuk kitenni egy videóba, és látom, van megosztás, úgyhogy köszönöm szépen Bunny Child-nak, már most láttam az Insta megosztást, néha mutatja az Instagram, de majd a következő lobbinba, amikor írjátok a számokat, felolvasom az Insta megosztásokat. Ott is kövessetek be, Mongusta Family néven vagyunk fent, és ott is sűrűn vannak szavazások, nagyon sokat sztorizgatok, teszek ki dolgokat, úgyhogy fontos, nektek is hasznos. Azt hiszem, Lili, meg kell tanulnunk ezt a pályát, jó? Azt még nem spoilereztem le, Riding Friend, csak pár képet, majd a mostani heti SSO-nál megnézzük. Ne spoilerezzünk, köszi. Direkt nem néztem meg se Loret, senki videóját, majd megnézem, hogyha már én is láttam élőbe. Szilveszteri live-okat is, de most level concentration meg tudom csinálni. Hiszek magamban. De miért a selleten nyomorult? Akarom mondani. Oké. Okay. Hoho! Ez mi? Forgódobos automata, kedélykeltő. Vagy forgódobos mosógép. Cső! A baszki remegek. Nyugi, Dave! Ez csak az egyik kedvenc játékod! Ne! Nyugi! Mufasa nem üvöltött ekkorát, mikor lezuhant. Meg tudom csinálni!
Ennyi! Majdnem elsőre! Hú, de jó! Hú. Köszi, srácok! Csak nagyon beparáztam, amikor visszaestem. Hú. Mindenkinek jár az új fül, persze. Azt a heten maradtunk Lili veled, mi lett? Nem tudom most visszagörgetni a csetet, hogy át kéne mennem akkor arra az oldalra, és félek, hogy a játékból elcseszek valamit. Azt hiszem finálé. Yes! Ezt szeretem. Aztán meglátjuk, ezen már nyertem kétszer koronát, meglátjuk, hogy most sikerül-e. Örülök, hogy csak ennyien vagyunk. Nem lopott dobhártya eladó. Rendmenesi, értékes ízre, és majd felezünk. Ó, oh, értem. Most koncentrálok. Dave nem gonosz. Egyszer van karácsony. Majdnem beleestem abba a rohadt lyukba! Ez most nagyon izgalmas. És itt lesz a vége. Basszus, nem ugrott még egyet! Ne! Utolsó előtti lettem! Ne már! Ne már! Ne! Ha ugrott volna ott és nem leesik... Második, nem baj. Szia, szerelmem! Direkt nincsen lámpa, mert úgy plusz 10 fok. Nem baj, köszi azért, ügyeskedtem. Jó, 1-től 10-ig számot, nyugodt maradtam, megint bejutunk és megnyerjük, ennyi. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A robotfejű úszógatyás babbal fogunk menni. Teljesen jó. És amíg betölt, addig az Insta megosztásokat megnézzük. Hát ez majdnem, majdnem, srácok.
Jön a Mongufta Family fanpage-nek, köszönjük a megosztást Mongufta Dorinának is, Zelda Bunny Child-nak is, és Szilveszternek is. Osszátok ti is Instagramon, hogy tart a live, srácok. Na jó, annyira mégse felejtettem el játszani, mert legalább fináléztünk és második lettem, de a második a legrosszabb, mert az font nem első. Azt a plusz 5 fokot kibírod. Ha-ha-ha. Jó van, na babám, a te kedved, én bekapcsolom, hallod, de... Direkt megkérdeztem, hogy zavarja őket, és mindenki azt írta, hogy nem. Ez a szék volt, tudjátok. De legalább átvittem a slime climbos pályát, babám, arra büszke vagyok. Azért annak örültem. Látod? Már izzadok. Játszol a Minecraft-tal? Igen, beírod Mongufta Family Minecraft, volt már belőle live, és lesz is még, csak azt nem egyedül csinálom, majd egyeztetünk. Süldév, azaz. Nem mondhatom el a melyik napot, Nóra, mert azért van a második a 399 forintos tagság, hogy ott meg tudod nézni, vasárnap mindig kiteszem, már tegnap láthatták a tagok, illetve annál nagyobb tagok. Aki pedig nem tag, az megtudja aznap, mert minden nap reggel kiteszem, és akkor van 5-6 órát meglátni Instagramon, illetve YouTube közösségi fülön, hogy mikor van. Tehát nem az van, hogy nem tudod meg, csak pont aznap tudod meg. Lemondta a tenisztanár az edzéseket, hétre nagyon meleget mond. Igen, láttam, képzeljétek, a Pokégo is figyelmeztet a hőségre, mikor belépsz, hogy nagyon-nagyon meleg van, figyelj oda rá, úgyhogy az már azért durva, hogyha az applikációs játék is figyelmeztet, hogy úgy menjék ki játszani, hogy meleg van, hideg van az. Jaj! Ez a szél ide nagyon kéne, mármint hogy a valós életbe. Na, a fürdősgatyás robot skin, meglátjuk, hogy meddig bírja. Nope! Ne! Néha azt érzem, hogy nem kéne ugrani. És néha szerintem... Az első körbe el fogok bukni. Nagyon nem szeretem ezt a pályát. Leesett egy bab. Ugyanúgy, mint az előbb. Oh! Jó, nem rövidítünk. Na, látom, Lili, beértél? Hát GG. De ne tolj már vissza! Menjünk a biztosra. Az se biztos. A biztos se biztos. Oké. Elvéletileg még beférek. Hú! Nyugi, benn vagyok. A bizitek hogy sikerült? 2-4-esem lett, meg 5-ös. Jól, szar lett a bizi, ezt a pályát nagyon érzem, én nem. Mindegyik 5-ös kivéve a környezet 3-as, az teljesen jó nekem, a tanár 4,4-re 5-öst adott, de kedves. Rendben van, babám. Nekem is 2-3-as töriből és kémiából. Jó, varrás. Mit varsz most, azt még beírod? Minden kitűnő, nagyon jó, ügyesek vagytok, srácok. Dino kollega ott vereti magát. Hajrá, tricera! Na? Ó. Sorry, John, véletlen nyomták rád, semmi baj. Szegény Triceratops, hát ő már nem jut be, és a krokodil se, és a cápa se. Mit csinál a cápa?
Azt hittem leszpoilerezett babám, de nem lehet csőbe húzni, nem vagy te csirke, csőbe húzott csirke. Csórik, mindenki nehezebbik utat választja, és tényleg Noémi, én is most, mivel tovább akartam jutni, ezért én is most a könnyebb úton mentem. Ó, de rég volt! Freezy Peak! Télen! Na, például Jana ezt szereti ezt a pályát. Én is aránylag. Minden részben egy híres ember ruháját fogom újra alkotni. Mikor alkotod újra az én ruhám? Na jó. Az én zoknim! Nem fúj el a szél! Most csak elfújt ez a rohadt szél. Nagyon szép. Itt ez is nehezített, hallod? Itt nem ilyen akadályok voltak. Ne! Jó! Nagyon jó. Ott a Lili! Ott a Lili! Megelőztem a Lilit, úristen, én vagyok a pro! Itt néha meg kell állni, az sokkal praktikusabb. El ne lökjél. Fej-fej mellett haladnak a mongufták! Csúszunk be! És gyönyörű negyedik! Fújja el a szél, és láttam, hogy Lili lett az ötödik. Ügyes vagy. Spórolni is, de akár születésnapra, névnapra, karácsonyra, ballagásra, jutalmazásra tök jó szerintem. Mármint, hogy én adtam volna, hogyha annó szüleim szeretik a számítógépes játékokat, és simán kaphattam volna ballagásra vagy bármi. Ügyes vagy, Lili? Ez szép volt. Eddig beválik a fürdőruhás robot. És... srácok, ti hogy vagytok a meleggel, hogy leégtetek már? Mert mi, mikor a Bogival lesz egy vlogunk, jövő héten érkezik a videó. Ugye voltunk az Unicornis bárba, és teraszon ültünk. Konkrétan mindkét karom teteje az vörös volt, a nyakam rákvörös volt, úgyhogy vigyázzatok a meleggel. Hogyha úgy van, akkor kenjetek naptejet, tényleg. Én vagyok Groot. De még annyira szerencsére nem, nem volt olyan nyaram kb. Szia Ferenc, hogy ne kelljen így hámlást leszedegetni, annyira leégtem mindig nyáron, hogy izé hámlott a bőröm, mint a vadállat. Szia, szia édesker! Na, Jana azt mondta, hogy itt igazából csak a golyókra kell figyelni. Megtanultam tőle, hogyha a golyók irányát látod, akkor nem esel ki. Aztán vagy így van, vagy nem. Hopp, összeütköztek! Azt ilyenkor mi van? Erre nem számítottunk. Megint összeütköztek. Összecsapódnak a hógolyók. Meg veszélyes terepen mozgok ám itt. Ja, és csak ellapított a hógolyó, mondjuk amíg nem lök le, az nem baj. Tíz másodperc. Jaj. 5-4, most már csak túlélem. Jó. Mi szombaton voltunk strandon, az jó, nem égtem le, nem mehetek nagyon napra, gyógyszerek, bőrrákot kaphatok. Elértem, hát kb. Egy órája értünk haza, mert Visegrádon voltunk nyaralni, az arcom fáj egy kicsit, meg a napszúrásra is vigyázzatok. Most már étterembe is veszünk naptejet, és tényleg, nekem egyszer hólyagosra égett az órom, júj. Az jó, legalább. Én holnap megyek az Unicorn Bistróba, nagyon várom. Na, majd mesélj, hogy hogy tetszett. Amúgy szózban sem rossz, ha túl drága a majonéz. Jaj. Ne. Persze, nyilván kimentek az udvarra nyáron is, csak nagyon kell. Értelek. Ritkán égek le. Foci! 1000 éve! Hát most, hogy éljük a focit, akkor ebbe a körben nem ihatok kólát. Tehát, hogy akkor úgy kell focizni. Hajrá, csapat, Lili! Vedd elő a foci tudásodat. Meg kell tolnunk.
Mi vagyunk a magyarok. Nem, mert akkor kikapunk, már mint... Ez egy gyönyörű portugál védés volt. Nagyon szép, azt lökjétek be! Nem hiszem el, hogy a kapuból kiszedték. Hát mit csinálunk? Vagy mit nem? Azt úgy be kéne... Igen, úgy játszunk, mint a magyarok. Le se tagadhatom. Nem bírunk gólt szerezni. Ne! Legyen 0-0. Döntetlenbe is kiegyezünk. Azaz, valaki lökje be! Miért nincs ott egy sárga se? Hát bepasszoltam középre, üres kapura. Nagyon jó védenek a kékek. A hupikék, törpikék. Így fociznak. De miért van ott 5 darab kék, akkor valaki jobbról vigye be a labdát. Hát ott az összes. Ezek, elmondom, ezek a németektől és a franciáktól tanultak. Olyan jó fociznak, hallod. El ne engedjük. Nem adjuk fel. De azt lökjétek már előre, könyörgöm. Oké, azt be kell rúgni, amit ott hoztak labdát. Most hol egy sárga? Nincs itt egy sárga se, nem hiszem el. Csak a kékek. Hát milyen csapatjáték ez? Ez egy nulla! És Dave gólt lő! Gólt lövök! De miért? Valaki! Jaj! Jaj! Mit nyomtunk be? Nem lőttem gólt, de majdnem. Ez az! Gólt rúgtam! Gólt rúgtam! Ennyi! Dév a focista! Hát ennyi! Csapatot nekem! Mongúftákkal kimegyünk az EB-re, és megnyerjük! Remélem a szomszédok dolgoznak. Azt hiszem finálé. Yes! Na, előbb második lettem. Mongufta Power, most megnyerem. Lehet jelentkezni a foci csapatomba, komment szekcióba írd be, hogy csatár, kapus, vagy bármi akarsz lenni, jó? Ne csetre, komment szekció. Gyönyörű voltál, Lili. De a gólt én rúgtam. És Lili is itt van a fináléba. Mégis a rohangászós taktika hát, ha jobban bejön, mint az előző. Mindent befeketítem. És megint második lettem, mondd Lili, hogy te nyertél! Nem. Ez nehéz, nem jött össze. Kispados, jó, az is lehet.
bal hátvéd rendben van. Szia újra! Reméljük fel tudunk dobni, Viki. Úgy van, írd meg mi újság, és majd elolvasom live után. Kitartás. Vikinek küldjünk egy szívecskét, köszi. Direkt leugrottam, de ne akkor ugorj le, Lili, akkor ugorj le, hogyha ketten maradunk. De akkor se kell leugrani, nehogy azt higgyétek ám. Van valaki, aki még most fent van? Fahéjas Csiga szeretnél jönni játszani? Mert látom, hogy Fahéjas Csiga is fent van, addig 1-től 10-ig jöhetett szám. Nem baj, ez is szép volt, megint második csatár, az is jó. 1-től 10-ig egy számot. És Fahéjas Csiga pedig reagálj. 4-1-2-3-4. Az agyon tetovált unikornis bab leszünk. Igen, szeretne jönni, akkor behívjuk Fahéjas Csigát is. Gyere. Küldtem az invite-ot. Lili pedig gyertya lesz. Mehetünk, nagyon szép kis csapat, gyönyörűen nézünk ki, hát ha megint kapnánk egy jó focit. Olyan, mint a téli kötött pulcsi. És tényleg, bakker. Tényleg. Láttam, lett Insta megosztás. A Mongufta Family fan oldalnak is köszönöm szépen, hogy újra posztolt. Aki pedig még nem tette, majd dobjon egy hatalmas lájkot. Köszi, köszi. Alikornis, mert van szarva, meg szárnya is. Akkor lehet, én nem tudtam, hogy van olyan, hogy alikornis, hogy szárnya is van, meg szarva is. Azaz, amikor az unikornis megszereti a pegazust, és utána elmennek a bokor almát enni a bokorhoz, és utána randevúznak, elmennek a holdfénybe, és utána pedig nagyon megszeretik egymást. Na, Hali, Shizosuke? Hát már a lovak szeretik az almát. Dordes, ez a legrosszabb, tehát hogy volt olyan, hogy végig vezettem, az utolsónál rosszra ugrottam, és kiestem. Tehát hogy ez nagyon, nagyon tényleg a mázlim múlik. Moderálom én kicsi pónimból eszembe jutott a pici alikorn is. Van benne? Szia, Diszti! Úgy érzem, ez az ajtó jó lesz. Nagyon jó. Ez az ajtó még mindig jó. Hát, ne lökjetek már föl, ti tahók! Valamelyik csak áttörik, nagyon jó. Melyik hozza meg nekem az áttörést? A szélső. Hallod itt a 4-es, 6-os ismételten? És a jobb szélső. És aki lemaradt, az nem fog beérni. Itt jövünk! Hát ha végignézted, akkor tudod, miről beszélek. Esi írja. Nem tudom. Ja, lehet. Most saját videódról van szó? Ma 9-kor kaptam meg az első oltásom. Na, pacsi, mi is reméljük, hogy a héten vagy jövő héten kapjuk. Nagy tömegnyomor volt, igen. Pont bent. Mázlid van, Lili, ügyes. Más nálad volt, hogy elkezdtem, de ugye munkahelyen is volt, hogy félbeszakítottam, majd még a vége az be kell pótolni itt ott. Jött a futár sem. Milyen futár? Munkahelyen, vagy pizzafutár, vagy kajafutár? A kastély. Na majd gondolunk rá, aztán Noémi, utána van kedved, vagy előtte, akkor gyere majd a Poké Live-ba. Hosszan toljuk este az új Poké játékot. Nagyon jó. Cipőt rendeltél, az jó. Dév, minek ugrasz, ha tudod, hogy úgyse... Mindegy. Mondjuk már ilyen nagyon szandálos, papucsozós idő van. Basszus kulcsos nokedlis tésztával dobáljon meg téged egy bohóc! Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás! Minden rendben van.
Tényleg amúgy ti nyáron szandált, cipőt vagy vagy papucsot szoktatok hordani, illetve szandál és papucs lehet-e zoknival, akár hogyha csak a boltig mész le, vagy otthon vagy, pedig az biztos, hogy az egy olyan kombó, hogy nem. Ne! Jó, nyugi. Fölfújhatom magam, mint a léggömb! Hát ez nagyon hasznos volt, de amúgy az... Ezt hiányoltátok mi? Ezért vártátok a Fall Guys-t! Ez meg milyen lassan megy, hallod, mint a öreg néni a cekkerre. Izgultatok mi? Easy. Mezítláb! Az is jó, én az elsőt 3 hete megkaptam, 2 hét és jön a második. Én papucsot szoktam, de mindig zokni nélkül. Hali Lady Hugi pont üvöltözésemre érkeztél. Hát szandált meg papucsot, de néha cipőt is, hogyha kirándulni megyünk. Hát én nyáron általában szandált, de most jó edzőcipőm van, kaptam szülinapomra tavasszal anyámtól, aztán az tök jó. Amilyen terep, olyan cipőt veszek, és nekem azt mondták, szandálba zoknit nem szokás venni. Teljesen jól mondták. Én utálom a szandált, szombaton boltba is csizmába mentem volna, de csak sima sportcipőt vettem fel, meg ugye nem veszek fel nyilvános helyre rövidgatyát, pulcsit vennék, de miért rövidgatyát simán? Hajrá Lili, beért, rendben van. Papucsot ha veszek, akkor szandál, de ki mit szeret, tehát hogy... Én meg szoknyát nem veszek fel nyilvános helyre, ja meg amúgy itthon se. Szia Lili Okár! Pedig az ilyenkor nyáron irigyellek titeket, mert a szoknyába azért több levegőbe megy, tehát jobban mozog a levegő, vagy hogy mondjam. Nem olyan meleg, mint mondjuk a hosszú farmer gatyába rohadni egész nap. Hú, de kicentiszték, ez most sokaknak nem ment ez a pálya. Sokan vannak gatyás lányok, akik nem szeretik a szoknyát. Vegyél fel skót szoknyát. Nincsen. Hidd el, édeskert, simán felvenném már csak poénból is, de nincsen. Én egyszer annyira égtem ilyen 9 évesen egy ocsmány szoknyában. Júj. Te is húzhatnál szoknyát, csak egy kicsit megbámulnának. Igen. Ó. Ezen a pályán se sűrűn voltam. Én is inkább gatyás vagyok, nem csípem a szoknyát. Na, látjátok, mennyi minden kiderül a live-okban. Szépen adja magát a téma, amilyen idő van. Rohadt kacsa, még egyszer megfogsz, bedoblak a sütőbe, az te leszel az ebéd. Pedig amúgy Jana nagyon finom rántott cukkinit csinált, már felét megettem. Majonézzel, ilyen vegán majonézzel, meg tormával. Wow! Közben figyelnem kell a pályára, majd mesélek még, jó? Lényeg, hogy rohadt finom az ebédem. És itt majd ugranunk kell a végén, mert ezt olyan ritkán adta be. De fogdos az a rohadt liba! Aha. Hát basszus, lecsúszok! Ó, baj van! Le kell esnem arra a szarra! Oké. Hol a cél? Áááá! Azt hittem, hogy ott senki nem mondta, hogy ott még várni kell! Azt hittem, ott a cél! Hajrá, Lili! Én azt hittem, hogy ott a cél, és beugrottam! Folgászom, mindig ott vagyok, meg amúgy az összesen. Örülök neki, Lady Hugi, örülök, ha jól érzed magad. Azt hittem, az a cél! Itt látszik, hogy ki vagyok esve a gyakorlatból, nem tudtam, hogy épül fel a pálya. Nem baj, szurkoljunk tovább Lilinek. Ó, bakker. Én meg olyan lelkesen ugrottam, hogy beértem. Hát nem.
Na, Lilinek még sose sikerült. Hajrá, nyerd meg most már. Lássanak legalább egy koronát. Játékoknél kihozzák az állatot az ember simán. De inkább egy játékon vezesd le a feszültséged, mint valós embereken. Fruit cute. Én a suliban nagyon nem veszek föl gatyát, amiatt az egyik osztálytársam lecsúnyázta az alakomat. A szomorú, ne vedd így a lelkedre, és hidd el, hogy mindenki szép. Tehát, hogy szerintem mindenkiben van valami szép. Én most kezdek újra szoknyákat hordani, de jó. Csak nem mindig írok a csetre, semmi baj. Vannak cset, én is van, hogy nézek live-ot és nem is szólok hozzá, csak nézem. Mert mondjuk közben játszok. Tényleg ne foglalkozz velük. Szia Balázs! Küldöm a Mongoof-t a Pavel-t, Lili meg tudod csinálni. Ezután finálé már csak 8-an jutnak be. Gyümölcsút kapálja, azaz. Nem mondj ilyet, Luca. Jaj, a banán, meg a narancs, meg a szilva. Azt hiszem, Lili egy darabig nem akar majd gyümölcsöt enni. Vagy dühös lesz, és az összes gyümölcsöt befalja, amit lát. Még meg lehet, ne add fel! Még három hely van! Három! Nagyon jó! Hetedikként benn vagy! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Most már fináléban mutasd meg, hogy tudsz nyerni. Lili amúgy tud nyerni, nem egyszer nyert. Többször nyert a Lili, mint én. Szia Liliana! Hogy vagy, mi újság? 40-en vagyunk még most is, srácok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ezután majd hozok hideg vizet. De most már megvárom a finálét. Ó, sima hexagon! Ezt de adtam volna, Lili! Nekem is kell hexagon! Miért a jegeset kaptam? Mindegy, ne telhetetlenkedjünk. Hajrá! Ezt meg tudod csinálni, a hexagon az egyik legjobb döntő szerintem. Bár kinek mi. Oké, Noémi. Hú, de jó volt. Jön az új szezon, akkor több Fall Guys lesz, csak most elhúzták ugye 60 nappal, és már untam a szezon. De mivel még nem maxos, ezért gondoltam a Battle Passünk, mondom, legyen most egy Fall Guys. Meg máze, én is hiányoltam. Júj, mennyien potyogtok egy helyre. Nem baj, nagyon jót csinálod. Júj! Nyugi, ez már te terepet, te vagy, azt csinálsz, olyan akkora lyukat csinálsz az aljára, amekkorát akarsz. Nagyon szép. Nem baj. Ez most nehéz volt, de GG azért ügyes voltál, Lili. Na, következőben ott leszek én is a fináléba veled. Na, 1-től 10-ig jöhet egy szám. Ki lesz az első? 7-es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, hát a balerina fehér kacsával fogunk menni. Megnézem, van-e, aki még szeretne jönni, van-e most fenn Mongoof-ta. Fahéjas Csiga és Lili vagytok fent. Hozok gyorsan egy pohár vizet. Addig még osszátok Instán, hogy megy a live, lájkoljatok, stb. Tudjátok, és jövök mindjárt, csak megsülök, úgyhogy hozok hűtős vizet. Addig reviszetek! Hát nem lett olyan hú de hideg. Ennyire nehéz. Hexagonom,
se volt még. Azért mondom, nagyon profik voltak, Lili, nem az volt, hogy a fele kiesett egyből, hanem végig fenn voltak. Gyakorlatilag. Irigyellek, Nóra. Képzeljétek el, Janáéknak olyan vályogházuk volt vidéken, hogy ott olyan hideg volt, halljátok, bemész, azt megfagytál, tehát nyáron legjobb volt. Dehogy pisilek, vizet öntöttem, élőadásban nem fogok pisilni. Bár múltkor javasoltátok, hogy fürödjek medencébe, nincs medencém. Na, toljuk neki. Igen, csak ennyi múlik, hogy nincs medencém. Azaz, Lusza, valószínű. És onnan játszanék a medencéből? Ja, azok nem játszanak. Vagy de. És amikor nyerek, akkor a kontrollert kidobom, és akkor egy hátas dobok, és felcsapom a vizet nyilván. Na nézzük, a kacsának mekkora szerencséje lesz. A balerina kacsának. Nagyon jó vagyunk. Jók vagyunk. Szia Mónika, mi újság? Ellöktek ebbe az irányba. Én nem is itt akartam menni, és belöktek. Betoltak. Mint a szendvicset. Izzad az ujjam. Pattogunk. Jó van, jövök lent. Önkéntesen választottam, hogy lent jövök. Nem bénáztam el. A székemet is beleteszek a medencébe, még jobb ötlet. Jönnek a labdák. Én meg elesek. Kej már fe! Hát mit fetrengesz? Jó, Lili bent van. Meg hála az égnek én is. A gépet is, hát akkor nem lesz live. Ő föladta. Lelkileg föladta. Nyár van, őse bírja a hőséget, az néfek üt ki. Igen. Mondjuk belegondolva nyáron az állatoknak milyen nehéz a hosszú, nagyszörű. Na sima slime climb! Nem volt elég az új slime climb, a simán is bizonyítsunk, hogy ezt se felejtettük még megcsinálni. Hát hajrá! És amúgy fahéjas csiga, neked hogy ment az előző? Mindig meg se kérdeztem, bocsi, nem figyeltem. Nagy, annyira koncentráltam magamra. Jaj, a végén az a szar! Mármint, hogy az ellökös forgószar nem egyszer volt, hogy amiatt estem ki. Tehát, hogy eljutottam addig simán, és ott estem el. Első voltam! Láttátok? Egy másodpercig. Nope! Mert kell nekem menőzni. Legközelebb nem menőzünk. Én is fahéjas csiga. Nekem se jött össze. Nem baj. Még Lili megcsinálhatja. Legközelebb nem menőzök, hanem megyek a biztosra. De néha... Na Lili, ez most neked is menőzés volt. Igen, Luca, láttad, hogy leestem. Kétszer is. Utolsó akadály. Hoppá!
Nagyon szép volt, Lili, mert pont nem lelökött, hanem betolt oda a széléhez. Ezt így kell. Ez nagyon jó volt. Pedig féltettelek, hogy ennyire a szélén mész, de úgy látszik itt az a taktika, hogy jobb, ha a szélén mész. Látod, ők is a szélén mentek. És ő... mindjárt utoléri a takony, siessél, Lila! Lila bab! Hát ő már nem ér be. Hároman maradtak és csak trollkodnak. Fogdossák egymás melbimbója. Na hajrá tovább, Lili. Szia, Lucia. Hallod? Nem sokan estek ki. 39-ből 11-en maradtatok. Hali, most ébredtem fel, gondoltam beköszönök, de még visszaalszom. Hosszú volt az éjszakám, amúgy fenékig érő hajam válig érő lett vágva. Legalább akkor nem lesz olyan meleged, és örülök, hogy benéztél nápai. Jó pihenés, délután pokélájval folytatjuk. Ezt már nagyjából a Fall Guys-nek a felénél vagy, mert már egy csomó mindenen túlestünk. És szia Tifi, hogy vagy? Voltam kétszer második. Ez volt a legjobb eredményem ma. Hát látod Lili, megint ez. Lehet, hogy most ebbe az órába ez lesz a finálé, tudjátok? Kb. Óránként módosít pályákat a játék. Előzőleg meg ugye volt a havas. Ezért akarok még egyszer finálézni ma, Lili, hogy legalább megpróbáljam ezt a hexagont. Előző napokat végig dolgoztad? Te akkor jó pihenést mára. Ahol élesz fel, Luca. Ez is egy jó taktika lehet, amit Lili csinál, hogy középről ürít. Honnan máshonnan, mármint értitek, mire gondoltam, jó? Szia, Henriett. Szia, Allegria. Igen, így megvan. Tegnap előtt 3 napod egy húzamba, az durva. Hát holnap én is dolgozok. Kiraktam klub instára, hogy megy a live. Köszönöm, Lady Hugi, cuki vagy. Azért is van ma dupla live, mert holnap én is dolgozok. Ugye, holnap után reggelig 24-be. Hát kitartás, Tifi, neked is. Ó, csináltál egy lukat! Aha. Szurkolok nagyon, Lili, hogy egy jó taktikát mutass. Oké, köszönöm szépen. De sokan vagytok. Az messze volt, mint Makó Jeruzsálemtől, de azért GG. 7-8, az is fárasztó, nem tudom. Na nézzük meg most már, melyik bab nyer. Itt nem babra megy a játék. Na, rávezettem a győztesre, tessék. De most már én is akarok finálézni. De a focis kör az jó volt. Aki nem látta, majd nézze vissza. Ez szomorú volt, az elsőn elbénáztam. 1-től 10-ig jöhetnek a számok. Köszi, Lucia. 1-től 10-ig. 2. 1-2. Meg is vagyunk. Hát most a balerina kakassal jövünk. Van-e olyan, aki most szeretne jönni játszani? Megnézem az invite-ot. Még most is ketten vagytok fahéjas csigával. Mehetünk. Azt mondja. Vanessa Kopilovics, üdvözletem, szép délelőtt, bár már majdnem délután, délbe ebéd. Meglátjuk, meddig tartom a live-ot. Valószínűleg ilyen dél körülig, mert utána én is kajálok, meg lezuhanyzok, olyan meleg van. Jó hűsítő zuhanynál nincs is jobb. Ja, de egész nap strandon lenni. Az nyilván. Kakasik, és tényleg. Addig is a Royal Wings Gang SSO klubnak ugye köszönöm szépen, hogy megosztottátok, hogy megy a live. És ott is kövessetek be, köszi. És most is még 40-en vagyunk, srácok. El kell mondjam, délután ugye az új Poké játékot fogjuk játszani, ahol én se ismerem a Pokémonokat, nem ismerem a típusokat.
nagyon-nagyon új lesz nekem is. És hogyha szeretnéd, hogy egy kezdő Pokémont rólad nevezzük el, akkor nézzétek meg a közösségi fülön, ki van téve egy poszt. Oda írjátok be, hogy én akarok lenni a kezdő Pokémon, vagy valami ilyesmit írtam szövegnek, másoljátok ki, és akkor lesz esélyetek, hogy rólatok nevezzük el a kezdőt, együtt válasszuk ki szavazás alapján, majd a live elején, és a többi a szokásos menetrend. Nekem is rendel, viccelek csak. De amúgy mit rendelsz ma, jó étvágyat? Előre is, nekem főzött most ilyen, úgyhogy van finom ebédem. Jaj. Még... Jaj, ezt a pályát se láttam még nehezítve, erre meg boxkesztyűt csesztek rá. Jaj, ezt láttam, hogy ez halál. Hű. Na, az a pörgődobos dolog is de kellett erre a részre. Hú, de jó. Nugi Dave. Te ne lök le! Oké. Okay. Hú, de nehéz lett ez, halljátok. Ez nem volt ilyen nehéz. Ott meg gőzölnek, vagy... ugye fújja ezt a cuccot. Ben vagyok. 40 fok van nekünk fent legalább. Hát gondolhatod, hogy itt is 35-6. Hú, hát hajrá, fahéjas csiga. És Lili, mind a ketten látom, még versenybe vagytok. Na, szuper vagy, köszönöm Lady Hugi. Hát, ez nekem is ilyen nem ment egyszerűen, ez nehéz, ez nagyon nehéz nehezítve. Hajrá, mongufták! Nyugalom, nyugi. Még simán benne vagytok a számba. Már nem a számba! Miket mondok? Középről üríts, benne vagytok a számba. Nagyon jó ez a live. De, de érted, benne, simán beértél magyarul. Jót tett ez a tegnapi nagyon sok óra alvás, tehát hogy konkrétan tegnap mi Janával szerintem ilyen 12-3 órát aludtunk a cicázás után. Jávorszarvas, beérsz, vagy nem érsz be? Én hiszek benne, nem, kár volt. Na, diszkógömb. GG a mongúftáknak benne vagy. Oh, szegény gömb. Na, Jávor. Cápa. Ő föladta. Ez rossz volt látni. Galamb. Na, ő közel van a célhoz. A célod az, hogy beérj. Hát de nem fogsz! De szerencsétlen! Szegény, őt sajnálom. Ez milyen beszorulás volt a végén. Le se tudod zuhanni. Ez szomorú volt. Legalább lezuhant volna. Ez nagyon-nagyon szerencsétlen esés volt. Szorult helyzet, ne! Na, de örülök, babám. Hát de én láttam, hogy le akar esni, és nem tudott. Azaz, Bagoly legalább beért. Ó, most megint régi pálya, nem baj, ebből jó lehet. Jót lehet kihozni. Jaj, de hiányzott már a Fall Guys Life, halljátok. Na, szívjuk fel magunkat és bizonyítsunk, hogy jók vagyunk. Akarok egy hexagon finálét. Löki előre, ez az. Ez nagyon jó így. Egyik legrégebbi pálya.
És bekockáztatom a közepet. De kár volt. Nem baj. Au, de ott voltam! Hú, de gyors! Hát mama! Hát nem enged főkelni! Ez miért ilyen rohadt gyors? Ja, hogy itt praktikusabb itt menni. Jó, akkor nem megyek a gyorson. Jaj, de kevés hely van! Ben vagyok, éppen. Éppen. Nem baj, köszönjük. Jaj, de jó, fehéjes csiga is bent van. Nem áll Lili, ó. Oh. Hát szomorú. Akkor fahéjas csigával folytatjuk, szurkoljatok nekünk. Jó, hát azt hittem, hogy nem férek be, de számoltam gyorsan fejbe, hogy még van öt. Kiestem. Ja. Szerintem Lili álthatod az Istent, hogy kiestél. Tehát ez a pálya, ez... Jó, nem, lettem már ezen első, meg második, de nagyon sokszor ki is estem. Ahogy látom, itt egyből van egy jó taktics. Igen, mondom, megfogod ezt a szart, igen. Átvetődsz. Mindenki fölmászik, onnan is át lehet ugrani. De menjél már, menj, nem engednek el! Kis köcsögök. Mármint népművészeti kerámia cserépedények. De miért fogod meg? Mondtam, hogy kiestem. Jó. De miért vagy ott még a seggeddel? Nem tudod feltolni a nagy valagadat? Konkrétan a seggének ütköztem neki. De nem kapta el! Basszus, itt annyian vagyunk, hogyha az utolsó ugrás nem sikerül, itt végem. De miért? Nem fogja meg! Ti rákosok! Mármint olyan, mint a rákos chips, érted? De miért nem kapaszkodsz, te nyomorult csirke, hogy törnék le a szárnyadat két tőből? Hát nem bír felkapaszkodni! De gyere nekem, te hülye dino! Jó, kiestünk le. Bebegolt ez ki, nem? Fahéjes csiga, te bejutottál? Szia Anna, meg szia Zsófi, bocsi, csak éppen rage-eltem. Akkor jöhet az új kör. A csirke nem hozta meg a szerencsét. Számot kérek 1-től 10-ig. 6, nagyon jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Majdnem jó, csak pont nem. De hiszek ebbe a skinbe, jó lesz. Itt pedig befrissül elméletileg. Nézzük meg, mit hoztak be ma. Legalábbis be kéne, hogy frissüljön. Koalával folytatjuk. Ó! Várjál. Ez a cardboard kaiju.
szép magyaros neve van. Behozták őt, mint világított, régiekből pedig visszatért Magman, majd Boginak átküldöm. Ja, ez nekem tették, csak viszont, hogy visszahozzák, és a szivárványos cucc. Jó, hát nem fogom azt a robotot szerintem megvenni, úgyhogy mehetünk. Téli skined lett, és tényleg. Nem jött át hamarabb Lady Hugi, mindig azt mondom, előtted még a hatos is ott van. Mindig ami megjelenik nálam a cseten. Úgy volt, hogy a Noémi kárnél látom a hatot, utána te, utána a Zoltán, tehát ezen ne akadjunk le. Ezt már egyszer átbeszéltük, hogy mindenkinek máshogy jelzi. Főleg, ha top cseten van és nem élőn. Azért nem váltok jelmezt, mert szerencse jelmezem. Hát hajrá, hajrá, fahéjas csiga. Még amúgy ezen kívül biztos lesz legalább egy kör. Igen, máshogy jelzi a YouTube Luca, ez biztos vagyok benne. Ezt már beszéltük Janával is egyszer. Szép rózsaszín kólával megyünk. Ja, jó, azért mondtam, hogy ilyen tényleg volt már máskor is. És Lorraine Frocket-nek köszönjük, hogy megosztotta, hogy megy a live. Nyáron gyöngén, nem gyöngén melegszik a izé telefonom. Nektek is amúgy bemelegszik rendesen a telefon? És nem tudsz vele mit csinálni. De én eltűnök, mert kresszezek és haladni akarok. Rendben van, jó kresszezést. Jó tanulás, szia, és köszi, hogy itt voltál. Már megint ez a pálya. Én is ezt érzem, Lili, nyugi, nem csak te. Első akadálynál meg vagyunk. De pont dicsérni akartam magam, a francot akarom magam dicsérni, hogy de jó vagyok, amikor nem. Júj, ez meleg volt, mint a pite. Néha egy kicsit így betáncolgatok, és akkor nem esek le. Ez egy jó taktika. Ez éppen. Annyian vannak, hallod? 9-én benn. Oké. Hali újra, Zsófi. Köszöntöm, csak lehet nem hallottad, és Hali Henrietta, hogy vagytok, mi újság? Meg mindenkinek mondom, délután pedig lesz még egy live, majd elkezdjük a Pokémon Shield-et, az egy aránylag új Pokémon játék, és nagyon izgalmas lesz. Még szebb a grafikája, mint az Eevee-snek volt, mert modernebb. Ben vagytok? Fahéjas csiga és Lili. Ben van fahéjas csiga, szuper. Mondjuk én nekem a kedvencem a pizzás csiga, de a fahéjas csigát is szeretem, meg a kakaóst is. És Lili is beért közbe. Ha minden igaz. A farkas kollega nem kapkod. Hát látja, hogy egy hely van, igaza van. Na, mehetünk tovább. Na, ez jó kérdés, Lucára. Kíváncsi leszek, hogy a Shieldbe lesz a Ratata. Nem akarok spoilerezni meg minden. Nem néztem meg, hogy melyik összes poké lesz bennem, hogy egy új régió, teljesen új pokék, ezeket Dave se ismeri, a támadásokat nem tudom, nem ismerem a gymeket, az útvonalakat nem ismerem a térképen, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz számomra is. Szerintem, ha nem Ratata, de az olyan szintű kis hasonló kis poké lesz. Kinek milyen kutyafajta a kedvence, Border Collie és a Basset Hound? A Bordert én is szeretem, meg a kis Yorkikat. Nekem az, például.
Júj, de rég volt ez a pálya. Még a live-ban ma nem is volt. Border Golden. Labrador és Huskyt is látok. Ne húzzátok túl! Nagyon jó. Ilyenkor érdemes az élmezőnyben maradni. Kezd elmenni a hangom, de ez részben a ventilátortól van, úgyhogy majd következő live-ig valamit kitalálok, hogy ne menjen el ilyen gyorsan a hangom. Vagy az üvöltözéstől, tehát azért még azért azt se zárjuk ki. Hú, de jó, hogy átértünk. Na, belövetem magam, behát. Nagyon szép lett volna, hogyha följebb mentem volna, és az a volna ott ne volna. De most ezt ott miért kellett úgy felbasz... baszkurálni? És ezért fogok megint kiesni. Hát basszus kulcs, hogy valaki ezt a kalapácsot dugja már föl annak, aki ide betette. Most már nem biztos, hogy bejutok. Egyáltalán nem biztos. Dehogy nem. Hú. Jó, Lili bent és fahéjas csiga is, hogyha mostanra... Igen, fahéjas csiga bent van, és Lili is. Szibériai Golden Retriever, német juhász. Nagymamámnak is német juhász a kedvence. Tacskó, Commodore, Mops. Nekem a mented, de cuki vagy, babám. Azaz, nyugi. Azért, benn vagyunk. Most már jó lenne egy fináléig eljutni megint, mint a live elején. Beagle. És mint új kutya feltűnt a cseten. Meg a szibériai. Nem lesz finálé. Jó, nyugi, Dave, nyugi. Lesz finálé. Ezt már ma egyszer átvittük. A jó az, Luca. Fahéjas csiga, Lili, kössétek fel a gatyát, ez kemény pálya. Rendben van, Luca, ügyes leszek, megcsinálom, egyszer már megcsináltuk ma. Slime Climb 2. Szia, Zoltán. De miért esik le egyből? Basszus. Na már! Persze, hogy csuk be előtt nem az ajtót hallod. Nem, nem hibáztatlak, csak te lögtél ki oldalra. Mármint, hogyha nem vagy ott, akkor becsúszok. De most már nekem jussál végig. Szia, Dorka! Ben vagy, fahéjas csiga, GG! Vagy vége? Akkor nem, nem GG. Nem hibáztatlak, csak... Nem, tényleg nem hibáztattam Lili, de láttátok, ha nincs ott, akkor ott bevágok. Kiesett? Oh shit. Mi lett veled, Lili? Nem lelöktél, hanem ahogy ott voltál balra, vázolom a szitut. Itt mentél, én itt jöttem, ha nem vagy ott az útba, akkor bevágok, de mivel te... Ott voltál, mint akadály, ezért oldalra lecseszett a boxkesztyű, mert nem tudtam ott menni, ahol te voltál. Ennyi volt a történet.
Nem baj, még egyszer számot kérek 1-től 10-ig, és még egyszer neki futunk. Azért mondom, Lili, hogy ne vedd magadra, hanem hogy gyakorlatilag nem tudtam menni 8, de Noémi Kerné volt máskó is az előző, úgyhogy 5, 3-an is írtak, 5-öt, 1, 2, 3, 4, 5. A krokodilfarkú motoros. Nem. Én úgy éltem meg, ahogy mentem, akkor bocsánat, Lili, azért mondom, hogy én nekem úgy nézett ki, hogy te vagy ott, és azért lök ki. De majd visszanézem. Akkor semmi. Azon elhiszem. Nem baj. Nagy esélye, úgy is kiestem volna később valahol. Meglátjuk. Na. Boszorkányos skin, ezt jól emlékszek, Halloweenkor hozták be. Képzeld, vettem tegnap előtt egy Nintendo Switch-et, de jó. Ha használd egészséggel, Zoltán. És milyen játékok vannak hozzá neked? Vagy mit vették? Gondoljunk Bogira, kb. Most csinálja a vizsgát. Így van, én gondolok rá, a moderátor Bogira. Küldjetek egy szívecskét, srácok, majd ezt visszajátszuk neki. Szurkolok, hogy sikerüljön neki a vizsgája, úgyhogy azért nincs is most itt, pedig ő folgázva is jött volna játszani. De hogyha jól sikerül neki, délután a Poké Live-ba majd személyesen is itt lesz velünk. Mármint nem itt, hanem a cseten. Szia, ügyvéd úr! Immortal Phoenix Rising. Az elvileg jó játék, jó játékot előre is, Zoltán. Na nézzük a krokodilfarkú motorossal, hogy boldogulunk. Ott a tömegnyom, lökjetek el, parasztok, hallod? Hú, és itt meg csak a középső, ja nem még az egyik széle. Hallod, nincsen nyomor, á. Vannak azért, akik próbálkoznak másik út. Hát ellöknek! Hallod, ezért nem fértem át, mert a sok hülye egymást löki. Told ki elém, hülye majom. Azt hiszem kiestem. Ez egyértelmű volt, hogy kiestem. Ti bent vagytok? Jó, Lili bent van. Ez amikor kétszer kilöktek, hogy nem bírtam átmenni, ez onnan garantált volt, hogy vége. Na, tök jó. Te gondolod, nekem a Let's Go Eevee-m az eladó lesz. Itt van még szép dobozba. Gyakorlatilag labdával, meg benne van még a Mew is. Nem bírom visszatenni. Na, ügyes vagy. Ó, nagyon jó volt, hallod, utána cicákkal álmodtam. Úgy szűkület, meg ilyeneket tanultam. Na, tök jó. Ügyes vagy. Úgyhogy jó volt, eladó nem lopott, azaz nagyon feltöltöttek a cicák tegnap. Szétüvöltöttem a hangom. Majd írjál rám akár Instán vagy valahol, aztán átbeszéljük. Mert mivel, hogy most már azért nem új, de mivel jó állapotban van és gyakorlatilag kb. Nem használtam, ezért nyilván, hogy olcsón nem akarom eladni, tehát azért mondom, hogy tőlem olcsón nem fogjátok venni. Viszont, hogyha úgy van, akkor meg majd megbeszéljük. Vagy még őrizgetem pár évig, és még drágában eladom, mikor már nem lehet sehol kapni. Egyik nap voltam bulizni, hát mit nem mondjak, majd elmesélem, rendben.
Én annó 30 év vettem a labdával együtt az íbit. Vagy 25 év, valamelyik. Let's go Eevee játékot, Nintendo Switch. De majd kiteszem izére is lehet, Facebook Marketplace-re. Igazából 20 alatt nem válnék meg tőle, mivel hogy 25, biztos, hogy 25 évettem. Ja, előbb mutattam. Gyakorlatilag ebbe van a játék, benne van a fogható pokélabda, és mivel Mew-t én nem használtam ki, benne van Mew, amiatt értékesebb. Egyébként nem lenne annyira értékes, ha a Mew nincs benne. Mint legendás poké. Na, ügyes vagy, ügyesek vagytok. Fahéjas Csiga is bent van, és Lili is, gondolom. Igen. Első lett, GG! A Super Dave-én sokat pihentem hétvégén, megjátszottunk Overcooked, nagyon nehéz. Még a hétre nem tettem belőle live-ot, mert ki akarom majd próbálni Zsolt, de majd valamikor kipróbáljuk. Jó, majd megbeszéljük, persze. Mi az a Fall Guys? Ez, amit látsz, Isabella. A játék. Önmagában. Ha nézed a live-ot, akkor látod. Nem értem a kérdést. Mondjuk felelésnél is volt ilyen a tanároknál, hogy feltett egy kérdést, és néztem vissza rá kutya szemekkel, hogy nem értem a kérdést. Egyik esti live végén mehetnénk egyet. Jó, megbeszéljük. Ma nem, mert ugye ma toljuk neki a pokét, szerintem az annyira magával visz, hogy nagyon túltolom estig. De gondolom nem hatotta meg őket. Hát nem. Pedig sokszor mondtam a tanárnak, hogy tanárnő, nem értem a kérdést. Nem nagyon. Mondta, hogy akkor nem érteni nem kell, tudni kell, nem tudod? Egyes. Tehát, hogy... Ez volt kb. Az eredmény. Jaj, jön a trutyi! Kiestetek mindketten? Mert nem látom egyik ötöket se. Akkor gondolom igen. Harminchét van, hát vagy az utolsó kör jön, vagy az utolsó előtti. Jana leírta, addig kérek egy számot, ez a set nem jött be, 1-től 10-ig. Isabella, különböző pályák vannak, ügyességi játékok, fogócska, akadályok, memória, meg foci, meg ilyenek. 4 Lady Hugi első száma, 1, 2, 3, 4. Hallod? Hallod? A villámöves, karácsonyos díszítésű krokodillal megyünk tovább. A végén egy győz, és minden pályán tovább jut. Tényleg így van röviden. És lehet ordibálni rajta. Igen, igen. Na, vagy utolsó kör, vagy utolsó előtti. Most már azért agyilag is fáradok. Ez egy kicsit nekem úgy néz ki, mint egy mesebeli... parkűrös játék. Lehet. Dave vesz közben mindenkinek hallókészüléket, és Dave nagyon rossz benne. Már nyertem koronát, babám, nem tudom kettőn közül ki nem nyert, vagy te nyertél már koronát? De amúgy izé. Nem, amúgy Jana is egyre jobban játszik. Én is flexelek arra a kemény 3 vagy 4 koronára, amit eddig gyűjtöttem, vagy max 5, de annál több biztos nem. Halibea, nagyon meleg van, tudom. Kegyetlen meleg van. Ne részletezz, hogy mit intéztél, mert mégiscsak egy nyilvános cset, csak annyit, hogy sikerült elintézned, igen vagy nem. Ezt mi tudjuk kettőnk között, hogy miről van szó. Meg a modik.
azért mindig felszoktam arra figyelni, vagy hívni a figyelmet, hogy nem mindenről beszéljünk, mert sose tudnék kinézni vissza a csetet. Általánosságban lehet, vagy ha egy adott témához hozzászólunk, amit éppen átbeszélünk. Inkább nem flexelek a koronáimmal. Tudom, te már 20-30, én meg örüljek annak az ötnek. Amúgy is flexelni flexelőgépen szoktak, Lili, koronával nehezen. Á, értem. Ne, a bolygó! Én nem vagyok a bolygó kapitánya. Másszál már fel, krokodil! És mivel ez már a negyedik szezon, így 4 szezonnyi pálya van! És a checkpointot ezt nem érzékelt, de nagyon jó. Nem érzékelt, hogy átlökták, fergeteges. Tehát, hogy volt egy téli szezon, egy középkoros, ez az űrös, meg az alapszezon, és jön majd az 5. szezon is elméletileg lassan. És különböző tematikájú pályák és nehézségű pályák vannak, és mindig a szezon felénél körülbelül felújítják. Hol a szarba tudtok lemenni? Ott. És akkor mindig tesznek be nehezítéseket a szezon feleknél. Röviden. Jaj. Jó, megyünk balra. Hú, de lassan megyek. Hát hallod, hogy attól... És látod, ezt mondtam az előbb is, hogy sokszor azért nem bírok menni, mert hozzám ér a másik. Nem baj, mindjárt ott vagyok. Egyszer fizetéses, igen. Tudsz venni különböző skineket valós pénzé, meg kudosz, de elég egyszer megvenni az alapjátékot, és utána már tolhatod akármikor. Zoltán, nekem nincs switchem, én mondtam, hogy kölcsön switchről volt szó, és az nem az én switchem, úgyhogy emulátorral csináljuk, ameddig lesz saját switchem, de mivel csak kölcsön switchem volt, vagy használtam másnál switch, az nem az enyém. Úgyhogy ez így még egyelőre esélytelen, de terve van, hogy jövőre már lehet, hogy lesz külön még egy saját is, nem csak kölcsön. Majd akkor visszatérünk rá. Meg volt 3DS-em, nem 2DS-em volt, de azt eladtam. Annó. Szia, Mufi! Mert olyan szituációban voltunk, hogy kellett, hogy eladjam. Switch szót, ne! Benyomódott megint. Na hajrá! Köllött a PEMS, azaz. Ezt a pályát is nagyon szereti Jana, én már kevésbé. Gyönyörűen átlöktem magam! Bent. Közben pedig mindenkinek szól, hogyha majd szeretnétek, hogy a délutáni pokés live-ban rólatok nevezzük el a kezdő pokét. Közösségi fül YouTube-on belül kitettem egy posztot a 3 starterről, és alá kell írnotok, hogy én akarok lenni a kezdő pokémon, vagy valami ilyesmi, bemásoljátok, az is jó, és akkor majd sorsolásos alapon az ki sorsoljuk, hogy melyik kiről lesz elnevezve, és az pedig, hogy melyikkel kezdünk, majd megszavazzuk, illetve egyéb poké nevezések ugyanúgy Supercsat, Supermatrica tagság alapján, de ezt majd elmondom a pokés live elején, csak hogy készüljünk lelkileg, hogy milyen jó lesz. Aztán nyilván, hogyha éppen nem érkezik semmi, akkor meg random is elnevezem. Tehát azért nem vagyok olyan szigorú. Hú, de rég volt! Hupszi Legends! Na, ennek fel kell ülnem, ez nem hátradőlős pálya. Ha mindenki azt fogja megrohamozni, vagy az aranyat.
Az úgy nem jó még. Ne! De miért nem? Jó van, szarakodjatok az arannyal. Legalább már egy ponton van. És ez esélytelen, ez a pálya. Nem is értem ott mit akartam amúgy, nyugi. Hát babám, majd amikor te leszel, azt sem tudom, hogy az benne van-e, Vulabi. Azt sem tudom, az a méhecske. Hát ez... Pontot nem szerzünk, srácok. Tehát, hogy... De miért kell mind a kettőt? Jó. Legalább egy megvan. Basszus kulcs, hogy pont mire odahúzza, beleugrik! És ott az arany is. Az úgy nem jó. És itt a rohadt sok karika, és egyiken se bírok átugrani. Jó! Köszi! Pont ott jött le mellettem. De miért? Nem hiszem el, hogy addigra érek oda. Fú, de fölcsös ez a pálya. Nem bírok egy rohadt pontot szerezni, srácok. Oké. Még kettő pont! Hát nem hiszem el magam! Megvan! Az arany! Köszönöm, hogy oda tolták. Igen, a szupercsot ez egy matricáz. Jó ötlet, Luca. Már én is feszült vagyok, pedig csak nézem. Sikerült forgalmi vizsgám. Ez az, Bogi! Mindenki egy nagy szívecskét Boginak, legalább tovább jutottam. Pont jókor jöttél, Bogi. Szurkoltunk, van egy rész, ahol küldtek neked virtuális szívecskét. És pont tovább jutottam éppen. Na, de még kellett csapatjáték, hogy hát ha nem jutok fináléba. Úgyhogy gratulálunk, és majd várlak téged is a pokéban, neked is mondom, meg minden érkezőnek, kint van közösségi fülnél, beírjátok, hogy én akarok lenni a kezdő pokémon, ott a poszt, akkor lehet, hogy te rólad nevezem el, majd meglátjátok, és ugye szokásosan fog menni, baba, hogyha te meg a izére gondoltál, a... Mi az? Bárányra, akkor ezt megígérhetem, hogy elnevezem rólad, jó szerelmem? Ha arra gondolsz, és akkor... Nyilván a többieknél ugyanúgy fönnáll, hogy a támogatási lehetőségek, de a sima is. Toljuk meg közben, srácok, mert nagyon szarú állunk! Ezt mondtam, hogy értitek, rohadt szépen megcsinálom az előző kört, és egy rohadt csapatjátékon bukjuk el. Tehát, hogy ez a tipik az, amin a Nessa is kiszokott rage-elni, rohadt jogosan, hogy játszhatok én nagyon profin, ha a csapatom szar. Jó, én sem vagyok a legjobb, de... Azt lökjük le. De lökjétek már, ne csak toljátok! Hát... A pirosakat fel kéne tartóztatni legalább. Toljuk! Nagyon jó lehet! Ez az!
Valaki tolja a miénket! Ne így, le fog esni a piros! Basszus, ezt meg... Áú, én maradtam csak itt, aki ezt le akarja lökni. Egyedül nem bírom megmozdítani se, basszus. Help! Mármint, hogy nem a valós életben, hanem a játékban. Bassz... fogjátok már le azt a... pirosat! Nem! Nagyon jó, csak lökjük! A hülye piros. Basszus, elindult a piros golyó, baj van! Miénkkel meg be van szorítva, hogy rohadjanak szét az ilyen kis köcsögök. Erre nincsen jobb szó. Te gané, te lepcseszájú fostalicska. Hát nézd meg! Vedd már el onnan magad! Jó, hát így esélytelen, hogy levigyem egyedül. Hogy baszódjanak meg? Hát ez nem fair! Ez nem fair! Szia, fahéjes csiga! Utolsó kör! Mert már agyilag agyfaszt kapok. 4. 1, 2, 3, 4. Na, Lili, most már döntőzzünk már még egyet. De ez nem volt fel, hát a tök nehéz pályát átviszem ezt meg a két köcsök piros miatt, beszorítja a falhoz és ott áll büszkén. Hát most büszkén essen ki a fináléba. Jó, majd figyelek rá. Csak kihozták az ideget? Idegállapotba gyűjtem, Bógika! Mónika! Hát ez nem volt fel. Ezért küzdöttem! Jó. Na most már szedjük fel magunkat. Szívjuk fel magunkat. Tundra Run! Ez se volt még ma. Azaz Pannonius. Ja, Januszra írtad, jó. Igen, kapok egy perc néma csendet, mert csúnyán beszéltem. Egy percig csöndbe leszünk. Bent vagyok! És közben elég csúnya gondolatok jöttek rám ott a boss kesztyűknél. Azt akartam mondani, hogy ennyi golyót, mint ami ott volt, az a sok hógolyó, nem látok egy nagymamámnak a izé a... Mi az? Gombócos táján. Mondtam, megbüntettem magam, Luca.
Jaj. Jó. Szivat a játék a pályákkal, de legalább új pályák. Mármint úgy új, hogy ami még ma nem volt, na. Aki jól érzi pedig magát, az pedig örüljön. Az dobjon egy lájkot. Az pedig örüljön. Kell ezután a szünet a Poké Live, igaz, biztos. Adsz előztetés! Szamóca szezon? Valaki szamócát? Megyünk tovább. Nem kérsz, hát pedig látod, szíva is volt. Nem érzem jól, bejött egy nagy megrendelés. Ó, hát ez nem jó volt. Ez gyors volt, mert a gyümölcsök gyorsan lelökték az embereket. Nem baj. Látjátok, mire dél lesz, ebédidő, addigra kész is. De jó volt, örülök. Akartam is kérdezni, hogy tudtál jönni ilyen délelőtti időbe. És lenne egy kérdésem? Nem fogadunk örökbe, mert ha igen, akkor én nagyon szívesen lennék. Cuki vagy amúgy. Kapsz egy virtuális szívecskét. De amúgy mi szigorú szülők lennénk, úgyhogy velünk nem járnál jó. Szerintem több lehetőséged van, amíg nem mi vagyunk a szüleid. Azért, ha ekkora dínya fejbe találna, az fájna. De persze! Jó, a játék úgy volt vele, Dave, meg akarod nyerni, átjutsz ezen a rohadt nehéz pályán. Vagy elbúcsúzunk. Lili, ez nagyon kellett a végére nekünk. Ez úgy kellett, mint egy falat száraz kenyér a haldoklónak. Még elszopogatja, de már sokra nem megy vele. De lelőktek! Vér! De basszus kulcsos! Menj már ide, télapó! Utol fog érni a slime. Jó, vagy a slime ér utó, vagy lecsap ez a köcsög. Egy perc néma csönd. Ez onnantól várható volt, az a baj, hogy ha nagyon kicentizem, akkor meg a slime lök ér utól. De még Lilinek szurkolunk. Fall Guys jelenleg. De hát összesen hasonlítható a kettő, mert még csak nem is hasonló játék. Rip Lili. Hát nem lett finálénk a végén. De azért csak szereztem 5 koronát. A Battle Passnek köszönhetően. Hát köszönjük, hogy itt voltatok, srácok. Én jól éreztem magam, már nagyon hiányzott egy ilyen live, úgyhogy mindenkinek jó pihenést, jó étvágyat az ebédhez, és 15 óra 50-kor találkozunk, addig csekkoljátok a közösségi fület, Instagramot, délután folytatjuk a Pokémon Sword-del. Sziasztok, srácok!